fantasztikusan össze. Hogy fogja ebből kihozni? Tehát ez annyira nem egyszerre tapsolunk. De nekem egyszerre volt. Majdnem. Nem is az a lényeg, hanem látsz, hogy jön a hangsába, hogy hol kell összecsúsztatni az elejét. Ja. Igazából arra van a taps. Hogy körülbelül tudod, ez a szemmérték szerint. De valószínűleg sose ugyan oda rakja, mert ezt gondolom feltételezi, hogy ezért sose találjuk el pontosan. Aztán lehet, hogy egyszerűen csak egymásra rakja. Néha azért szoktam hallani, hogy mit tudom én, picit gyors a reakciója valakinek, még tudod, egy kicsit sem mondom, de már jön a röhögés, vagy nem tudom. Néha vannak ilyenek, de úgy vagyok vele, hogy ez igazából belefér a dologba, úgyhogy benne van. Na, hát itt vagyunk a logbookban, gyerekek, összeálltunk, Szenga a vadonatúj gépéről, mesélj így nekünk, van. Milyen volt bekonfigurálni. Futtél az Age of Empires? Fú, de még hogy? Elképesztő tényleg. Igazából most látom, hogy milyen szépek az árnyékoknak, hogy így a karakterek így jobban néznek ki, mint a C1.3-ban még annó. Úgyhogy... Nem három kis, ilyen kis kocka szaladgál. Igen. Úgyhogy itt elképesztően azt érzem, hogy ott vagyok a technológiai javonalban most, és már csak gémelni kéne megtanulni. De élvezem, el vagyok vele, meg hát az egész ugye gyorsabb, mármint az egész rendszer. Teljesen új élmény, hogy 5 másodperc alatt már benn vagyok a Windows-on. Ja, meg Windows, is megtörténik. Igen. Szóval minden gyorsabb. Felgyorsult a világ körülöttem. A régi gépedben nem SSD volt? Volt benne egy SSD, meg volt benne HDD is. A rendszer az SSD-n futott, de hát ettől függetlenül nem tudom, azért nem volt olyan gyors, de hangsúlyozom, az egy... Ebben meg gondolom NVMe van már, nem? Igen, és ez full SSD, meg hát a 32 giga DDR5 azért az adja az izmot. 32 giga DDR5? 32 giga, igen. Brutál adja az izmot, úgyhogy elégedett vagyok, és megváltozott az életem. Na. Megváltozott az életem. Na, hát ez jó hangzik, akkor elégedett vagy vele. Ezt kimondom, ajánlod a tuffot. Igen, PU, hát GPU. CPU, várjál, olvasom a matricáról. i7. Van benne? i7! i7 van benne, és várjál, Nvidia RTX, várjál, odahajolok. Nem tudom, de azt hiszem a 3050 Ti, ilyen van? Valami ilyesmi. Simán biztos. Ti az ismerős. Ha még nincs, majd csinálnak. Igen, szóval elvileg jó. Legalábbis nekem nagyon az. Hát az a vicces, az a több idő ment el, ahogy a régit lepucoltam, újra raktam rajta a rendszert, ma azt adom tovább, és akkor ott a dupla nullás írás a Winchesteren, meg nem tudom, minden ilyen... Hány szó mentél rajta végig? Kétszer. Jó van. Milyen kár, hogy nem volt egy VIP-ink kezó, valaki elmondta, hogy ez hogy igaz, kell jó ezt, igaz. Hogy... De még mindig benne van a háromszor, azt hiszem háromszor. Ezt olvastam régen a Stack Overflow-n a security-s kollégák között, hogy háromszor kell végigmenni rajta a randomizálóval, nem a nullázó, hanem a randomizálóval. Az a legjobb. Főleg az SSD-nél nem is tudod, hogy mit töröltél. Ez meg a másik, az SSD-nél teljesen más a helyzet. Igen. Szeng, hogy csináltuk azt a VIP-t? Nem is figyeltél rajta? Hogy nem. Azért tudod, ezt nem mondtam el, hogy ezek után szétvettem egy kalapáccsal az egész hattom. És zsákban adott tovább, és apró darabkákban. Igen. Tudod, ez a meghallgatta, de azért a régi szokások nehezen szokik le az ember ezekről a dolgokról, amikor régi notebook. Egyébként nekem most itt két notebookom van, amitől meg kéne szabadulnom. Azon gondolkod, hogy hova a tökbe tudnák leadni ilyen 1000 éves notebookokat. Tudod, már merevlemezt kivettem belőle, memóriát kivettem belőle, de azért még mindig ott van egy gép cucc, egy boltba, tudod, ez egy számítástechnikai boltba, nem akarok bemenni vele, mert kidobnak valószínűleg, úgyhogy valószínűleg elképzelhető, hogy le fogom adni, nem tudom, ha jól tudom, elektronikai szemétként le lehet adni a ÖFKF-nél. Építs belőle a klasztert. Abból nem építesz klasztert. Az mindenből lehet. Mindenből lehet, esetleg alátétet tudok belőle. Commodore 64-ekből is lehet. True, de olyan használható klaszterre gondoltam, tudod, ami... Jó, mondjuk, hogyha kellő mennyiségű Commodore 64-et, tehát hogyha ilyen izé... Attól függ, hogy mire akarod használni. Hát igen. Tehát, hogyha mondjuk 2 számot akarok vele összeadni, akkor lehet, hogy izé egy pár ilyen gépből összejön a dolog. De igazából nem, nincs is más használó felhasználási köre a dolognak, úgyhogy ja, meg kell szabadulnom tőlem. Te eladod, Szenga, mi?
Vagy megy tovább a belső berkekben? Belső berkekbe megy belső tovább, úgyhogy... Igen, jó, tovább öröklődik, meg tovább unokák, nagypapák. És ezt tudod, ez azért jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy szaportálhatom tovább én. Egyrészt. Már nem az én gépemet. De még el tudod adni karácsony ajándéknak, hogy jaj, hát ez annyira jó, ez fantasztikus gép, hogy hívják. Hát figyelj, van akinek egyébként, hogyha nem laktad le nagyon, meg nem nincs nagyon szétszucolva. Nem, de teljesen jó, meg amúgy mondom, működött, teljesen jól működik most is, ami ritka, mert hát, igen, nem itt akkor ez volt a nagy hibája, úgyhogy, és ez egy 10 éves gép, szóval szerintem tök menő, hogy még így működik, és ezért nem tudom, szóval, hogy ilyen átlag felhasználásra tök jó, még mindig, nem kell kukázni. Erről jut egyébként eszembe, hogy nekem a héten nagyon nagy pillanatom volt, egy nagy előrelépés történt, egy nagy kitüntetés, ugyanis közölte velem a Windows, hogy a notebookom készen áll a Windows 11. Egészen idáig minden egyes alkalommal ez a készülék nincs kész a Windows 11-re. Nem tudom, hogy minek kell készen lennie rajta, mert ugye az asztali gépem az mai napig nem, tehát érted, az asztali gépem az viszi a kódot, de a Windows 11-et az nem, az ön hardware nem kompatibilis a Windows 11-el, úgyhogy hogy azon soha nem lesz Windows 11, azt már így elkönyveltem magamba. Jó, oké, igaza van, az asztali gépemnek régi az alaplapja, tehát lehet, hogy nincs rajta valami, azt hiszem, lehet, hogy TPM chip sincs rajta, úgyhogy ma meg már az alanyi alapon kell. Megértem, tehát az nem, de hogy a notebookom felnőtt lett, és készen áll arra, hogy a Windows 11-et fölrakjam rá. Ugyebár dual bootos a cucc, és hát igazából most már kb. 90%-ban a Linuxot használom rajta, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy kell-e nekem a Windows 11, illetve hogy lecsúszok-e valamiről, hogyha nem tolom föl Windows 11-el. Hát, még nem tudom. Engem ne kérdez. Tudod a válaszomat. Szerintem tényleg, te mit vettél? Mert ugyebár mondtad, hogy izé, hogy... 11. 11? 11 van, igen, ezen 11 van, és nem tudom, igazából egy-két dolog más rajta, de... Hát az túlélem. Nem érzem azt, hogy más lenne az életem. Hát nyilván ezt veszi az ember, ez a legújabb, erre lesz a legtovább support, jó esetben. Ez így van. Mindjárt meg is nézem, meg is fogom nézni, meddig van Windows 10-re support. Azért még biztos, hogy van egy-két év benne. Ó, az van. Ugye? Ez akkor lehet, hogy nem. Meg ez hogy van, vagy ez ingyen van az update vajon? Tehát ingyen van, hogy ingyen van, tehát nekem van egy vele telepített Windows 10-em, amit kaptam a gépemmel együtt, és azt tudnám most felhúzni. És az update az mindig ingyenes a Windowsnál? Hát, fine update. Amint hogy a következő next version? Uh-huh. Hát a Windows 7 óta igen. Hát illetve, hogy ez úgy volt, ha jól emlékszem, és most kövezzetek meg, ha rosszul mondom, hogy a Windows 7-nél és a Windows 8-nál ott lehetett update-elni Windows 10-re egy X ideig. Egy X idő után meg utána megszűnt ez a lehetőség, tehát volt egy ilyen ingyenes átmenési lehetőség, ugyanis volt olyan gépem, amik már kicsúszott ebből, ha jól emlékszem. A Windows 10-nél meg 11-re meg ingyenes. Régen nem így volt, ugyebár megvettük a Windows 98-at, aztán megvettük a Windows 98 Millenniumot, aztán megvettük a Windows XP, illetve nem vettük meg, csak megkaptuk a havertól, de aki annó, mit tudom én, céget üzemelted, de milyen azok megvették, aztán megvették most, az XP-t. Most egy kicsit rosszabb a helyzet, mert most gépet kell venned újat, nem? Tehát aki írja, hogy én még nem állok készen a Windows 10X-re, akkor... Van, szomorú, mondom, tehát én már le is mondtam a notebookomról, hogy Windows 11 meg notebook, már nem, az elején érdekel, tudom, amikor kijött, én azért ilyen, kicsit ilyen szeretek, ilyen kísérletezősebb típus vagyok, hogy hú, hát milyen lehet az, mit tudom én mi, aztán nem jött, hónapokon át néztem már mindenki a Windows, de mentem át a velem egyháztartásból személyhez a másik szobában, nézem a notebookját, és tudtam, épületbe. Hogy... Mondom, és tehát Windows 10 jött, és nézem, hogy Windows 11 van rajta. Hát mondom, ez mikor ment rá? Hát nem tudja, hogy mikor ment rá. Hát mondom, ez hogy lett Windows 10-ből Windows 11? Biztos nyomtál valami. Ja, valami volt, aztán csavart egy ideig, aztán ez lett, azóta is bejelentkezik. Én meg se kérdezett, hogy... Te csak így átmentem, és Windows 11. Hanem hát, jó. Okay, halljuk okay. Be, az zavar téged, hogy nem lettél bevonva ebbe a processbe. Picit zavar, nyilván tudod, ez a kétségbeesés, hogy jaj, mi történik most, most mit nyomjak itt, és akkor oda mehetek, és akkor lehetek informatikus, meg security is, meg mit tudom. Security miért. Officer. Security officer, igen, én leszek itt a tizó, meg minden, és akkor mondom neki, hogy ennyi, meg nem tudom. De semmilyen nem volt. Egyszerűen a hátam mögött döntéseket hozott a gépével kapcsolatban, ami egyáltalán nem az enyém, és érted? Ez megcsodás, tudod. Van a Knape Kévi, akit ismerek én személyesen, ilyen pszichológus, és egyszer beszélgettünk, és
szóba jött, hogy mi az, hogy megcsalás, és azt mondta, hogy igazából az, amikor olyan dolgot csinálsz, aminek a másik fél nem örülne, és ezért inkább nem is mondod el, tehát ebbe bele tartozik ez is, hogy ő fölhúzta Win 11-re, és neked nem szólt róla, mert tudta, hogy te nem örülnél neki, hiszen neked nem lehetett akkor még Win 11 a notebookodon. Nem, az a helyzet, hogy nem is tudta, hogy Win fölment Win 11-re, tehát észre se vette az a változást, úgyhogy igazából ez egy tudaton kívüli. Észre se vettem ezt a négert itt az ágyunkban. Igen, pontosan erről van szó. Úristen, ez hogy kerül ide? Nem is tudtam, hogy ez itt van. Igen, körülbelül valami ilyesmi volt a dolog. Na mindegy, most szóval még nem tudok ma beszélni, gyerekek. Még morfondírozok azon, hogy fölmenjek el, szavazzatok, küldjétek el SMS-be, illetve a posta címünkre, hogy update-eljek, küldjétek el az 1-est, hogyha update-eljek, és küldjétek el a 2-est, hogyha ne update-eljek. Egyébként eszembe jutott a levetett gépekre egy dolog, meg kell hirdetni a csatornán. Lehet licitálni rá, vagy nem tudom. Béla régi gépe, hát még van rajta egy új lenyomat, vagy nem tudom, igen. A matricák. Van rajta hack és lengus matrica, biztos, le lehet kaparni. Forenzik verseny. Forenzik verseny. Ez a találd, igen. Találd meg Bélet. Igen, ez a klasszikus. Nem rossz ötlet, de nem, senkit nem akarok megbüntetni ezekkel a régi gépek. Valószínűleg le fogom adni az FKF-nél. Az örülhet egyébként. Tehát fél, hogyha belegondolok, akkor nálam is úgy van, itt a szekrényben van nekem, nem tudom, négy ilyen régi notebook, és én néha így előveszem, így beizítom őket, és akkor ráengedem az AI-t, meg ilyen message queue-kkal, és akkor dobálja szét a sok-sok processzormak közé, ami itt van, és itt csak így játszok vele. Hát egy gép van, amit megtartottam, de ez csak azért, mert van benne CD-ol. Ez kincs. Az lassan kincs. Ezért floppy olvasom, az már egyáltalán nincs is, nyilvánvalóan, azokat már úgy vagyok vele, hogy whatever, nem érdekel, de van még egy notebook, amiben van CD-olvasó, úgyhogy az félre is van téve. De egyébként meg nem ezekben már semmit. Jó, van benne CPU, azt még nem szedtem ki belőle, de egyébként sem memória, sem RF-lemez, se semmi. Hát ott van a képernyő, tudod, így ki van nyitva. Nincsenek lehetett ilyen dolgokat régen leadni, mert szétszette és kivette belőle, meg fölakasztotta a falra, meg esetleg, tudod, mint van egy Predator, no. Ami egy ilyen kiberpredátor. Kitépte, betépte, szétrakta, és esetleg újra összerakta, de szerintem ez még neki se kéne. Ez már olyan. Na mindegy. Szabi, veletek mi volt? Kérlek szépen, én hétvégén egy kicsit kidőltem. Szombaton még jó. Szombaton még jó voltam, csak így szaladgáltunk jobbra-balra, meg tesómékhoz, meg minden. Vasárnap ugye tök jó idő volt, kis kerti munka, és egyszerűen délutánra úgy éreztem, hogy így álljálj, valami gáz lesz, én beteg leszek, nem tudom, égtek a szemeim, fáradt voltam, levert voltam, lefeküdtem már ilyen 9 körül, nem tudom, ilyen meglepően korán, mondtam, hogy jó, van dolgom, de nem érdekel, tehát ez halálomon leszek, muszáj. Éjjel még megébredtem, hogy még mindig nem vagyok jól, aztán reggel elmúlt, úgyhogy szerintem csak fáradt voltam. A activity kiszedte belőle a maradék energiát. Jössz activity után volt. Hát. Aha. És akkor így viszont azóta meg próbálom bepótolni mindazt, ami ugye kicsit így csúszott, de jó vagyok egyébként, úgyhogy ma egy kicsit így rámborult a meló, beleástam magam egy-két dologba, meg a Hacktivity óta képzeld el, hogy elkezdtem itt a Bluetooth-szal foglalkozni, hogy meséltem, hogy van az a vadriasztós ilyen hobbi projektem most, hogy hackelgetem, nem tudom, akkor te voltál, Ninja volt. Szerintem emlékszem, nem meghallgatom, igen. És na most ilyen Bluetooth Low Energy-s cuccok, és miután így egyébként is az automotív cucc előjött, és ott is ugye van nekem Bluetooth-os OBD-o, olvasom meg, nem tudom, így elkezdtem, na akkor hogyan kéne Bluetooth-szal szórakozni, és akkor például a Raspberry Pi-vel már így összekötöttem a gépemet, és akkor csináltam egy ilyen kis cuccot, hogy itt beírom a szöveget, ott kiesik, és hát egy kommunikációs csatornát Bluetooth-on, hogy kitapasztaljam, hogy egyáltalán mi ez, és most tök élvezem, és ezt a csodálatos hardware eszközt is már így elkezdtem Bluetooth-on nyesztetni, és... Mi lesz belőle, ha nagy lesz? Hát hack. Hack? hack lesz belőle, nagy lesz, már félig megvan, tehát még hiányzik egy pár morzsa a dologhoz, de szerintem meg lesz a történet így. Úgyhogy ezt csinálom, de egyébként köszönöm szépen, jól vagyok. Na, nagyon helyes. Illetve szenged, nálad láttam még izét, vészhelyzetet. Igen. Nálad volt valami vészhelyzet. Ja, igen. Pipe. Az engem érdekel. Pipe emergency. Igen, nem csak új laptopot, hanem új mostó kagyló szilót is be kellett szereznem, ott a cső egyszer csak szétrohadt. Nyilván nem egy pillanat alatt, de nem sikerült még megfejteni, hogy valószínűleg ott az idő folyamán csöpögött rá a víz, meg nem tudom, és egyszer csak feladta, úgyhogy hát reggel lett konstatálva, hogy konkrétan lyukas az oldal a csőnek, szóval az ember, amikor kezet mos, akkor ugye nagyjából a lábánál
landol a víz. De ez így optikailag egyébként, ez írd azért körülbelül, én körülbelül ilyen egy centis luknak a csövön. Igen. Tehát a lefolyónak ott a csövén, így majd, hogy nem egy egyszerű. De azon gondolkodtam, hogy belelőttél pisztollyal, esetleg azt tudom elképzelni, vagy nem tudom, hogy az, hogy keletkezhet egyik percről a másikra. Igen, hogy nem vettétek észre eddig? Ez az, hogy valószínűleg az volt, hogy ez már sérült, az előző lakó használata alatt megsérülhetett, és gondolom azt ott ette a, nem tudom, a rosta, meg mindenféle erózió, és igazából ott meg le akartam így, nem tudom, takarítani, tudom, mert láttam, mert mindegy, csak így kiszúrtam, hogy ott van a csőn. Hozzányújtásra se szabad takarítani. Ezt a szemét, ez a koszt adja össze. És akkor tulajdonképpen beszakadt. Beszakadt ott a cső. Benyomta. És akkor így mondtam, már értem a lukat. Egy ilyen vízvezeték. Mi mást ne bírna, mint a vizet. Tehát... Igen, világos, és úgy, hogy ezzel telt, ma, hogy két megbeszélés között kirohantam egy ilyen épületgépészeti poltba, és beszereztem a szükséges dolgokat, úgyhogy most már ki van cserélve, úgyhogy vadi új pipeline működik az otthonban. Ja, hogy ki is cserélted, tehát nem csak, hogy befotóztad a lukat egy kis szilóval. Nem szeretem ezeket a megoldásokat, úgyhogy nem az egész csőrendszert kicseréltem. Meglátom. Hát azért nagyon rosszak voltak már, mert szétszedtem az egészet, és hát az összes tömítőgyűrű már azért elég retkes volt, meg ugye a vízkő is már szétette az egész mindenséget, úgyhogy igazából az egészet kicseréltem, és akkor most egy vaci új dolog zötyög. Colonial Pipeline. Azt nem jó. Hallod, megláttam azt a lukat azon a csőn, és azonnal a flex tape jutott az eszembe, hogy a öreg igen. Csávó az a, tudod, mint igen. A mémben, felvágja a flex tape-et, és így bármilyen lukat becuccol azzal a cellux-szal. Jogos, amúgy az első gondolat, nekem is az volt, hogy most, hogyha nagyon elfoglalt a napon, akkor egyszerűen duct tape-el ugye körbe csavarom. De igazából volt egy ilyen szabad két órám, és akkor kiugrottam, gyorsan beszereztem a dolgokat, mert hát ez lett volna rövid távú megoldás, írták tép. Azért mondom, hogy azon gondolkodtam, hogy lehet-e vajon Magyarországon venni flex tépet? Mert azért bármit be lehet cuccolni. Te jártad, láttad, hogy az ember egy hajót ketté vágott, összeflex tépezt, és utána nyomult rajta izével, motorcsónakként. Tehát akármit gyakorlatilag, érted, a ház össze akar dőlni, itt egy kis flex tép, ott egy kis flex tép, hogy hívják közé, sőt lehet sprét is kapni, ezt ma láttam, teljesen új, hogy ilyen spré formában megköt, és gyakorlatilag olyan, mintha páncél lenne. Világbajnok cuccok vannak, komolyan mondom, nem is kell. Lehet kapni 3000 forint. Oh, 10 cm széles, szuper ragasztó szarok flex tape lehet kapni itthon. Be fogok szerezni, hogy legyen a házban mindig flex tape, bármire jó. Az a világ, annyira, na ilyenkor azért a globalizmus, tehát azért ez, hogy Magyarországon lehet flex tape-et kapni, tehát nem kell Amerikába behozatni, egyszerűen csak megrendelem a boltból, aztán cső. 3000 forint nem is sok, hogyha azt nézzük, hogy mennyi mindenre jó. Tehát gondolj bele. 3001. Ha igen. 3002. Igen, szépen lassan kattok fölfelé. Ne is mondd, rosszul vagyok. De jó, ez világbajnok. Felvétel után be is dobok egy-két csomagot. Na és tessék, erről beszéltünk múlt logbookba, ugye, pénteken. Nem is olyan régen. Mit mondtam akkor, gyerekek, eurót kell venni, vagy bármit, ami nem forint. Tessék. Nem mondok többet ilyet. Hát mert... te ilyen vagy. Nem, egyébként rendben van, nem? Tehát rendben vagyunk. Tehát a forint az még megy a lefele. Kukába. Igen. Tehát, igen. Ha vettél, igen. Akkor jó. Tehát igazából jó anyagi tanácsot adtál. Igen. Tehát, okay, tehát nem kell itt kriptóval bukni, meg ilyesmi. Tehát... Jó, hát figyelj, hogy ha a kellő mennyiségben bukik a forint, akkor még lehet, hogy szengős nyereséges lesz, meg antenna is. Vagy mennyit kell bukni a forintnak ahhoz, hogy visszagyertek. Ne, figyelj, én ismerem szenget, lehet, hogy már bitcoin milliárdos, csak nem akarja mondani, és az obszekje olyan, hogy mindenkit beetett azzal, hogy ő bukott rajta, de valójában már 5 lambója van. Valamiből vett egy notebookot. Szabi, te elszeraktad a pontokat, basszus! Én csak kérdezek. Csak kérdéseket teszek fel. Miből van a notebook? Igen, na, te is kérdez, én is csak kérdezem. Miből vetted a notebookot? Most itt, négy szem közt. Ethereumból. Ethereumot oldom én. Basszus kulcs, be kellett volna szállni. Lehet téged követni Itoron vagy valahol, hogy a befektetéseidet, nem tudom, ez egy YouTube reklámban láttam, hogy az állítólag jól működik. Kérdeztem egy hozzáértő emberkét, hogy az NFT-vel mit tudok kezdeni, amit kaptunk a Hacktivity-n. Oh boy. Na. Hát
nagyjából semmit. Semmit. Ez a POAP, ez a ugye, hogy proof of akármi, hogy ott voltunk. Tehát van egy ilyen badge gyakorlatilag NFT-ben, hogy ott voltunk a Hacktivity-n, és majd, ha valamit akarnak, akkor lehet erre ráépíteni, hogy majd, ha nem tudom, Ethereum-ért veszed meg a Hacktivity belépőt, akkor ha van ilyen badge-ed, vagy ilyen NFT-d, akkor olcsóban kaphatod meg. Nem tudom, de nem kerültem közelebb a kriptovilághoz. Pedig újra metamaszkot, mert mindent fölraktam, amit írt a tutoriál, de nagy boomer vagyok. Drivereket telepítettél, ransomware-t indítottál, csak azért, hogy meglegyen az NFT-d, és megnézd. Hallod, én meg sem néztem. Tényleg, ezt egyébként ennek is utána fogok nézni, mint a Flex Tape-nek, hogy mi van az én? Hogy most végül megkaptam, mert hogy tudod, nyílt a izé, hogy hívják a Discord, meg kattintottam, mentem a másik honlapra, beírtam a bankkártyadat, meg minden. És aztán sehol nem volt az NFT-m, úgyhogy meg kell néznem ezt a dolgot, hogy mi van ezzel, mert... Kimintelted? Bármit is jelentsen ez? Nem tudom. Kattintottam. Az a mintelése legyen értékű? Nem tudom, volt egy pár lépés, és én is így néztem, hogy jó, mi van, ki van mintel, meg kell a MetaMask, meg összekötni, meg átmigrálni egy másik láncra. Na, ilyeneket nem csináltam. Nem migráltam láncok között. És az a jó, amikor megkérdezem a hozzáértő emberkét, hogy mondd már el, hogy amit itt látok a képernyőn, ez micsoda, akkor tud úgy beszélni, mintha nem tudom, japánul beszélne, érted? Hogy így közöm nincs, hogy miket mond. Hát mi az a mintelés, érted? Hát mit tudom én? Olyan, hogy régen volt ilyen, hogy nem tudom, hogy bármikor találkoztam SAP, még nagyon fiatal voltam, ez 20 éve volt körülbelül, vagy talán még, na jó, azért nem 20, de majdnem, hogy így mindig találkoztam, tudod, nagyon fiatal IT-s voltam, és így próbáltam rájönni, hogy mi az az SAP, és akkor tudod, találkoztam emberekkel, hogy ó, hát én SAP fejlesztő vagyok, és akkor így kérdezem, na, és mit csinálsz, vagy ez hogy néz ki, vagy ez hogy kell elképzelni, és akkor mindegyik úgy magyarázta el, hogy ilyen SAP, meg ilyen, meg hát így programozás. Abban így benne, így SAP. És akkor még úgy voltam, mert egy körülbelül ezzel zárult le mindig a beszélgetés, és úgy voltam vele, hogy biztos én elég annyira hülye vagyok, hogy én ezt így nem érteném meg, úgyhogy így ez ennyivel. De amikor már nem tudom, harmadik emberrel, vagy egyik emberrel találkoztam, és így próbáltam tőle megkérdezni, hogy ő végül mi a bubánatos fenét csinál, és egyik se tudta elmagyarázni, hogy mi recepciós történik. Recepciós vagyok. Nem tudom, mindig azt mondta, hogy SAP vagy fejlesztő, vagy adminisztrátor, vagy SAP valami, nem tudom, tudjátok, annyi mindent lehet csinálni az SAP-val. És így egyik se tudta elmagyarázni, hogy konkrétan mi történik ott az SAP-ban, meg hogy miért jó ez. Most manapság már ez nyilván tudja az ember, hogy az SAP az SAP, de hogy úgy az SAP fejlesztő az mit csinál, az úgy nem. Tehát így mindegy. Szóval ők nem tudták nekem elmondani. SAP-t fejleszti. Hát fejleszti, igen. Mert ugye az SAP se fogja magát fejleszteni, azt is fejleszt, oké, hogy megveszed meg mindent, de azt azért még fejleszgetni kell, meg biztos, hogy van az önbizalma, és néha így meg kell így támogatni, hogy jobb legyen az önbizalma az SAP-nak. Nem tudom. Tehát aki SAP de... fejlesztő, az mondja el nekem, nem tudom, egy másik informatikus barátjának, hogy mondja el, hogy ő mit csinál az SAP-ban. De ez a jó az SAP-ban, hogy ezért zseniális, mert kitaláltak egy programot, ami nélkül tulajdonképpen nem tud céget üzemeltetni, már komolyabb, nagyobb céget. Vannak a fejlesztők, akik nem tudják elmondani, hogy pontosan mit csinálnak, de szükség van rájuk, és kurva sok pénzt kérnek. Igen. Maga az SAP is ugye óriási pénz. Én ezért akartam beszélni az SAP-ba, csak amikor kérdeztem az embert, hogy mit csinálsz, akkor itt belekerültem a végtelen ciklusba, hogy SAP. No, igen. Na és veled mi van, Béla? Velem azon van? Túl, hogy lemaradtál egy Windows 11 upgrade-ről. Hát ez elég durva volt egyébként. Na mindegy, szóval az illetve, hogy még előttem van. Hát, nem olyan nagyon sok minden nincsen igazából. Hát, vagy igazából, van egy rejtvényem, illetve egy rejtélyem. Nem is rejtvény, rejtély, amit így több mint egy hete már rágódok rajta, és gondoltam, akkor ha itt vagyok, akkor megkérdezem a tőletek, meg a hallgatóktól, hát hogyha ti tudtok okosabbat, mint én. Következő történt, ez körülbelül egy hónapja volt, hogy valamikor este, olyan 10 órakor, hétvégén, szombaton egyszer csak halljuk, hogy kint az utcán valaki légkalapáccsal megküldi azért a beton. És nézzünk este 10-kor. Kinézünk az ablakon, a tetőablakon, így izé, hogy mi történik kint ott előttünk, majd, hogy nem előttünk, így szembe szomszédnál, így Sriens szembe szomszédnál, úgyhogy pont ráláttam a kilátóból, és látom, hogy bizony az történik, amit gondoltam, hogy légkalapáccsal próbálják felszedni a betont, és hát rögtön arra gondoltam, hogy hát mi az, biztos csőtörés van, ja Istenem, hogy de borzasztó. Majd már aztán elmentünk aludni, aztán ők is elmentek, de nem csinálták meg végig, mert másnap kimentem, és megnéztem, hogy csak egy lukat csináltak, tudjátok, egy izékkő, vannak ilyen mindenféle, hát nem lefolyók, de ilyen lefedett,
ilyen csatorna alkatrészek, de nem konkrétan, ezért tudod, az a nagy kerek, amiből kijönnek a Tini Ninja Technőcök, hanem vannak ilyen kisebb lukak is. Na mindegy. Szóval egy ilyet körbe dolgoztak, és kérdeztem egy a szomszéd nénitől is, hogy csőtörés volt, és mondta, hogy nem. Úgyhogy nem tudtuk, hogy mi az Isten van, de tudjátok, így körbe volt rámpázva, vagy mi az kordonozva, hogy ne menjenek rá az autók, arra a rohadt nagy rukla, amit ottan őken kibontottak, este tízkor szombaton. És akkor ez úgy volt körülbelül, hát nem tudom, 3 napig, 4 napig, talán egy hétig a fene se tudja, az ember nem számolja. És egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy szintén valamikor este 10 után egyszer csak olyan hatalmas csörömpölés odakint, nem tudom mi, nézek ki megint, és látom, hogy rakják le a izét, tudod, a betont. De megint este 10-kor rakják le a betont. De egy héttel utána visszajöttek megcsinálni szintén este a cuccot, és már megint iszonyatosan hangos, mert mit tudom, egy lényegtelen, mert tök mindegy, nem az a lényeg, csak érted, 10-kor. Nem itt, hogyha aludnék, mert 2-ig nem alszok, csak maga a dolog, hogy kidolgozik 10-kor. Na mindegy. És akkor ezt tudjátok, hogy lecuccolták, meg végigmentek az izével, amivel lesimítják, és akkor így kész voltak, elmentek, nem tudom, mi volt 11 óra, nem tudom. És a legvégső fázis ennek a történetben, ugye a kordot még mindig ott hagyták, ülünk megint csak itthon este 10 óra, és szerintem ez vasárnap volt, és majdnem biztos vagyok benne, hogy ez vasárnap volt, hallunk megint iszonyatos nagy csörömpölést, nézek ki megint a tetőablakon, viszik el a kordont. Este 11-kor. És én azon gondolkodtam, hogy ezt a kurva lukat miért csak este lehet csinálni? És mondom, nem zavar, de maga, de hogy működik az, hogy tízkor építik, este 10-kor építik az utat ott. És nem is volt vészhelyzet, tehát nem érted, hogyha van valami emergency, akkor kimennek este, egyértelmű. De hogy utána lebetolozni, miért este 10-kor kell, azt se jöttem. És gondolkodtam. És eszembe jutott, hogy ugye már van Okkan borotvája, mindenki ismeri Okkan borotváját, ami jó, tudjátok, volt abban a filmben a csaj, amikor pörögnek azok a cuccok, és akkor elmegy a másik univerzumba. Na mindegy, és hogy a leglogikusabb válasz a legvalószínűbb. És én arra jutottam, hogy az a leglogikusabb válasz, hogy ugyebár kevés a munkaerő a magyar piacon. És a múltból jönnek ide. És amikor, tehát átmennek, ők felkelnek reggel 10-kor, átmennek az időkapun, és itt nálunk este 10 van. És így gyakorlatilag hatékonyabban tudnak dolgozni, megcsinálják este 10-kor a betont, meg elviszik a kordont, meg feltörik, meg minden, és ezért jó nekik este 10-kor dolgozni, mert utána meg visszamennek az időkapon, és akkor ott van még nekik az egész napuk, amikor még ott a saját idősíkjukon is dolgozhatnak. Úgyhogy, mert egyébként más megoldásra nem jutottam rá, tehát ami logikus simán, lett volna. Simán van egyébként másik magyarázat erre. Képlem. Tehát azt kell nézni, hogyha mondjuk valakit meg akarsz figyelni. Hoppá! Ugye? Már most tetszik. Kell szerezned ilyen melós ruhát, meg légkalapácsot, meg ilyesmit. Na most nyilván odamész egy ugyanan vásárolt melós ruhába, vagy nem is koszos, meg nem tudom, akkor feltűnő, hogy itt van egy nagyon narancsárga ember, nagyon működik rajta minden fényvisszaverő csík, érted? Nem lehet Ibélát megfigyelni, vagy a szomszédnénit. Úgyhogy hát meg kell várni, hogy nem tudom, a sógorod, aki útépítő munkás, lerakja a lantot, elkéred tőle a ruháját, mire odaérsz Bélához, már este 10 van. Beültöznek a ügynökök. Így van, elkezdek légkalapácsolni, és közben így sandítva néznek az ablakot felé, hogy mit csinál a Béla. Ez nem hülyeség, mert onnan pont belátni az ablakon a lenti részen. Tehát igazából akár még lehetne is. Bár én nem tartom magamat ennyire fontosnak, úgyhogy szerintem még az időutazós az még mindig valószínűbb. Nem tudod, hogy hány hallgató próbálja a létedet, meg a személyedet kideríteni. Hát szerintem elkeserítően kevés. De szerintem arról van szó, hogy ilyenkor ment a fusi munka. A vízműnek? Igen, a főállás mellett erre jutott idő. Ilyenkor jutott rá idő, tudod, mint mindenki saját. Hogy napközben csinálják meg a fusi munkát, és este kijönnek megcsinálni azt, amiért elméletileg fizetve vannak. Ez még jobb. Sőt, valószínűleg ez van, igen. Valami családi házat csinál a vízműves ember napközben, és este kijön a csatornákat szanaszétverni. Hát egyébként simán lehet, mert ugye azt meséltem múltkor, hogy nekem nyáron volt egy csőtörésem, és hogy minden vízes azt mondta, hogy majd augusztus végén tudunk jönni. Tehát innentől ez reális lehet, hogy akkor a vízműves embert föl kell hívni, gyere már itt, csinálj el napközben nekem, mert nincs víz a házban, ezt este meg majd mész légkalapácsolni valahova. Vállalok kisebb munkákat vízügyekkel kapcsolatban. De egyébként tényleg ott volt az a pont, hogy eldobom az agyamat ki az ablakon,
hogy ki, amikor láttam tényleg, hogy hétvégén 10-kor viszik el a kordont. Érted? A kordont akkor rakták fel a teherautóra, este 10-kor. Mert az egy dolog, hogy amikor tudod, amikor feltörik, az egy dolog, hogy mit, az biztos gondolja az ember, hogy vészhelyzet van. Nyilván akkor kell kimenni. Már betonozásnál gyanús volt, hogy ez most miért 10-kor történik ez a betonozás. De amikor a kordont vitték el, akkor már egyértelműen tudtam, hogy itt valami bűzlik, itt valami nincs rendben. Na, meg mondjuk, amit nem tudunk még, az az, hogy mondjuk autópálya mellett laksz, és akkor azt nyilván nem napközben csinálják meg. Hát elárulom, hogy az én utcámban bármikor dolgozhatnak, tehát ez nem egy bottleneck. Nem egy forgalmi bottleneck maradjunk annyiba, tehát nem a négyest kell feltörni, vagy nem tudom hányast. Hogy mert ez pontosan melyik utca? Az én utcámban. ez a Béla köz. Úgyhogy, na, nálunk ez volt, úgyhogy engem ez foglalkoztatott már gyakorlatilag, nem tudom, 2-3 hete nézem az internetet, hogy melyik kormány állhat mögötte, illetve megkérdeztem különböző Telegram csoportokban is, hogy ki mire tippel. A kuanonosok azt mondták, hogy ez biztos egy jel Trump elnöktől. Én továbbra is azt mondom, hogy szerintem az időutazás a hatékony munkabeosztás és az időutazás. Hát vagy még az lehet, hogy ahogy van ugye most egy ilyen árnyék kormány, hogy lehet, hogy egy árnyék vízmű. Egy árnyék vízmű. Lehet. Igen. Hogy ugyebár napközben nem dolgozhatnak a izén, mert hogy még van nekik mondva, de ők csak hisznek a vízügyekben. Ők egy igazi hívő vízügyesek, és úgy vannak vele, hogy ők megcsinálják. Nem tudom, hogy szegény FBI ügynök az, aki hallgatja ezt az adást, nagyon szomorú lehet, hogy csak így rád akart nézni este, hogy jól vagy, minden oké, aztán itt le van ordítva a feje. Hát igen. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás, mert mondom, most megvan csinálva, el van véve a kordon, és elméletileg kész van, a jövő hétvégén is valami feltűnik kint, valami gyanús, akkor majd figyelem egész hétvégén. Akkor figyelj, menj le, kérdezd meg, és az akcentusából el tudod dönteni, hogy FBI vagy FSB. Mit csinálnak magunk itt? Miért este kell csinálni ezt a dolgot? Tudod, nincsen este, jó? Nincsen este, ezt most még csináljuk. Béluska, menj vissza a házba. Jobb lesz neked is. Nagyon szép haszkár lenne, ha baj elé. Kiküldöm Veheszt, hogy beszélje meg velük, hogy mi van. Meg majd föntről figyelem távcsővel a helyzetet. A házbátor urak. Erre majd egyszer mesélek egy sztorit. Na, mit szóltok hozzá, hogyha így most így a rejtély után, most így feldobtam így a rejtét, és mindenki elgondolkodhat rajta, akkor most fölveszünk egy hekés lengos részt. Jót tenne. Van-e kedvetek? Jó van. Oké.